A gyermekvédelem egyik fontos alappillérének az észlelő és jelzőrendszer tagjainak elmúlt évi tapasztalatait összegezték a Pálos Károly Szolgálat konferenciáján. A polgármester köszöntőjében arról beszélt, hogy alapvető fontosságú azoknak a gyermekeknek a védelme is, akik nélkülözni kénytelenek a rendezett családi hátteret. A gyermekek számunkra nagyon fontosak, a gyermekek a jövő. Az, hogy 1998 óta van egy éves beszámolóra kötelezett olyan gyermekellátási rendszer ebben a társadalomban, amely minden gyerekre, minden megszületett magyar gyerekre figyel. Van rá példa, hogy a jelzőrendszer hiányosan működik. Az esetek közül több is tragédiával végződött, ezeket a hírekből ismerjük. Szombathelyen soha nem történt még hasonló sem. A tagok megfelelően végzik a dolgukat, így értékelték az elvégzett munkát a szakmai tanácskozáson. Az észlelő és jelzőrendszer tagjai közé tartoznak mindazok az intézmények, szervezetek, hatóságok, akik a gyerekes családok életében jelen vannak. Nagyon fontosak a védőnők, a gyermekorvosok, a bölcsöde, óvoda, tehát az oktatási intézmények, egészségügyi intézmények, a hatóságok, de akár mondjuk a házkezelési szervezete a városnak. Nekik ugyanis a lakhatási problémákra lehet rálátásuk. A szakemberek a megelőzés fontosságát hangsúlyozták. Egy problémát ugyanis akkor a legkönnyebb kezelni, ha időben fény derül rá.